Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol nagyon kreatívnak érzem magam, és arra gondoltam, hogy a mai napon megint műkörmezni fogunk, tekintve, hogy folyamatosan itthon vagyok, és a kozmetikázás az nem kifejezetten tartozik a mindennapi tevékenységeim közé. Megint eljött az ideje annak, hogy egy kicsit hosszabb körmöm lehet, viszont arra gondoltam, hogy most nem a hosszra fogunk elmenni, hanem a formára, és egy kicsit inkább a dizájnra. Ami azt jelenti, hogy a mai videóban extrém formát fogok csinálni. Nem fogom túlzásba vinni, de hogyha tetszik nektek, akkor csinálhatunk még extrém formás videókat, ugyanis kifejezetten élvezek extrém formákat csinálni. De a mai videónk témája és formája nem más lesz, mint a pipe. Van három forma, ami nagyon-nagyon hasonlít egymásra. Az egyik a gótikus mandula, a másik az orosz mandula. Ez a kettő nagyon-nagyon hasonlít egymáshoz. Megpróbálok ide nektek képeket berakni, hogy egy kicsit jobban lássátok és értsétek, hogy miről van szó, és a harmadik a pipe. Ez a három forma nagyon hasonlít egymásra, mégis nagyon sokba különbözik, de talán az én szívemhez legközelebb a pipe áll, talán, és a tegnapi nap folyamán egy kicsit böngésztem az interneten, és felkeveredtem egy webshopra, és vásároltam pár új körmös terméket, amik iszonyú gyorsan már a mai napon meg is érkeztek, úgyhogy ebből következik, hogy azonnal ki is kell próbáljam őket, és szeretném nektek is megmutatni. Az előző körmös videómat imádtátok, és kicsit sajnáltam is, hogy nem mutattam többet az ízlésemből, talán lehet így mondani. Kifejezetten szeretem az extrém formákat és az extrém mintákat, és ebben a videóban ezt is megpróbálom nektek megmutatni. Nagyon próbálom még jobban megoldani a felvételt, mint az előző alkalommal. Rendeltem új porcelánporokat, új díszítő elemeket, itt van előttem az összes létező festékem, csillámporom, pehelyporom, géllakkom, mindenem. Úgyhogy kezdjük is el a videót. Azt hiszem, hogy így lesz a legjobb a felvétel, nagyon közel vagytok, úgyhogy megpróbálok nem kiabálni. Jelenleg így néznek ki a körmeim, viszont most csak a bal kezemmel fogok foglalkozni, ugyanis nem biztos, hogy sokáig fent fogom hagyni, hogyha tetszik nektek a videó és maga az extrém forma elképzelés, akkor valószínű, hogy le fogom szedni, és fogok még ilyen videókat csinálni mostanában. De az első dolog, amit szeretnék nektek elmondani, hogy vettem pár orosz manikűr fejet, csiszológép fejet, ezek régiek, de ezt a hármat most rendeltem, és elkezdtem egy picit gyakorolni velük, és nagyon tetszik az eredmény, úgyhogy rendeltem még párat. Illetve a mai csomagomban érkezett még két fej, egy kerámia, ami már a kész műkörömhez fog kelleni, és van itt egy géllak leszedő fejünk is. Majd megmutatom, hogy miket mire használok, természetesen tekintve, hogy ezért van a videó, viszont az első lépésünk az lesz, hogy fel fogom tolni a körömágyi részemet, és megcsinálom az orosz manikűrt. Az a lényege az orosz manikűrnek, hogy száraz manikűr, nem kell áztatni a kezet, körmöket, mindent meg lehet csinálni ezekkel a kis csiszolófejekkel, legjobb esetben olló nélkül, de az eredmény önmagáért fog beszélni. Megpróbálom megmutatni egész közelről, hogy így néz ki most a körmöm, és remélem, hogy egymás mellé tudjuk majd rakni az előtte-utánát. Nem tudom, hogy mennyire fogom narrálni az egész menetet, de a komment részlegbe írjátok majd meg nekem, hogy mennyire szeretnétek, hogyha végig beszélném, inkább csak nézni szeretnétek, vagy infókat is szeretnétek hallani. Ami miatt nagyon jó egyébként ez az orosz manikűr, tökéletesen előkészíti a körömágyat és magát a köröm felületét, akár a zselére, akár a porcelánra, és sokkal kisebb az esély arra, hogy fellevegősödjön a köröm, és sokkal szebb lesz a lenövés. És természetesen az összkép is sokkal-sokkal szebb, mint egy sima manikűrnél. Az első fej, amit felteszek, az egy gyémánt poros kis csiszolófej, nagyon óvatos, nagyon gyengéd. A csiszolásnak nem szabad fájnia, és nem szabad a saját
körmöt igazából reszelni, csak az elhalt bőrt kell eltávolítani vele. Nagyon kicsi fordulatszámon fogom csinálni, és igazából egyáltalán nem fáj. Akármennyire szeretném az asztal felett tartani a kezem, nem tudom, muszáj kihoznom. Nem férek hozzá a saját kezemhez, máshogy sajnos. Jelenleg az én körmömön nincsen olyan sok dolog, amit le kellene szednem, mert természetesen ahogy megvettem őket, azonnal kipróbáltam, és ez nem volt olyan régen, de egy kis pontosítás azért elfér. Ugyanúgy, mintha máson csinálnám, erre az oldalra előrefele módba csináltam, forward módba, erre pedig reverse-be fogom. Ha úgy érzem, hogy vannak olyan helyek, ahova egyáltalán nem fértem oda, akkor átteszem ezt a nagyon-nagyon picike, tűhegyes kis fejet, és ezzel a legkisebb helyekre is odaférek, és fel tudom mozdítani igazából azokat a részeket, amik le vannak nőve. De nagyon-nagyon-nagyon hegyes, úgyhogy iszonyatosan óvatosan kell vele bánni. Következő lépésben ezzel a kis kerek gömb alakú szerkezettel megpróbálom a bőrömet egészen visszafordítani. Remélem be fog fókuszálni. One eternity later. És akkor így nézünk ki jelenleg, ez a viszonylag előtte, nyilván a másik kezem, és ez az utána jelentős különbség. Szerintem nagyon szép, és az biztos, hogy sokkal-sokkal könnyebb így dolgozni. Vettem egyébként pár új reszelőt, amit itt látjátok, hogy bomlik végül is egy kicsit, ugyanis nagyon-nagyon fontos, hogy akármilyen új reszelőt vesztek, másik reszelővel reszeljétek le az éleit, mert iszonyatos vágási sérüléseket tudtok vele csinálni. És akkor a következő lépés az lesz, hogy elkezdem felrakni az előkészítő folyadékokat, mutatni fogom, hogy mit mivel csinálok, utána pedig sablont fogok használni, mert nyilván egy extrém formát építek, úgyhogy azt nem tudom tippel csinálni, és pár szót fogok csak mondani róla, mert nagyon hosszú lesz így a videó, hogyha mindent lépésről lépésre végigmagyarázok, de ha valami kifejezetten érdekel titeket, akkor nagyon-nagyon kérlek titeket, hogy a komment részlegbe írjátok meg, hogy mit szeretnétek részletesebben látni, és arról csinálok egy külön videót, ami csak azzal foglalkozik, és mindent elmagyarázok. Itt láthatjátok a következő lépéseimet, a nail prep, utána egy savas primer és egy savmentes primer, ezzel egy kicsit megszívtam, ugyanis vagy nem volt, vagy menet közben elveszett a ecsetes része, de meg fogom ezt is oldani. Egyre közelebb hozlak titeket, mert szeretném, hogy lássatok mindent. Természetesen le van portalanítva az ujjam. Egyszerre egy ujjon fogok dolgozni, mert félek, hogy össze fogom tapicskolni a többit. Úgyhogy felesleges előkészíteni. A savas primernek kerestem egy új kis ecsetet. Ugyanúgy egy savas primerből vettem ki egyébként. Megvárjuk, még elpárolog. Addig előkészítem a liquidet, amit most vettem újat. Első lépésként felragasztom az aljára a kis matricát, és meggörgetem, hogy legyen egy szép tartása. És nagyon fontos, hogy a sablont ki kell vágni, ugyanis azt szeretnénk, hogy teljesen passzoljon. Egyébként ez nem is olyan rossz, viszont ott van egy kis lyuk, amit nem szeretnénk, hogy ott legyen, illetve ami, úristen, hogy mutassam, hogy lássátok, nagyon fontos, hogy nem szabad lefele álljon a sablon, ezt fel kell igazítani, hogy teljesen egy vonalba legyen a körmömmel. Szóval, fejlemények vannak, betelt a memóriakártyám, úgyhogy amíg átmásoltam a dolgokat, addig megcsináltam az első körmömet, látjátok, hajlítva van, egy
kicsit talán túlhajlítottam, és abban sem vagyok biztos, hogy tetszik az eredeti elképzelésem. Színek terén elkezdjük megcsinálni a többit, és valószínű, hogy ugyan ezeket a színeket fogom használni, csak más elhelyezésbe talán, vagy nem is tudom, hogy hogy csináljam. Azt hittem, hogy jó ötlet, de lehet, hogy nem az. Ezt a kékes, zöldes, aranyos pigmentport szerettem volna nagyon használni, és az van a végén egy lilás, csillogós, egyébként gyönyörű porcelánpor van középen, és nem tudom, mennyire látjátok, de egy pehelyporos, kikevert porcelánpor van itt, és egy nagyon kevés körömágy színű porcelánpor van a tetején, és rajta átlátszó porcelánpor. Nem tudom, hogy tetszik-e, de most következik a mutató ujjam, amit már ti is látni fogtok. Ugyanúgy, mint az előbb, először jön rá a nail prep, utána jöhet a savas primer, majd a savmentes. Ennek a körmömnek teljesen más a formája, úgyhogy ezt a sablont sokkal-sokkal jobban ki kellett vágjam. Az előbb valószínű, hogy egy kicsit jobban összenyomtam itt a végén, mint kellett volna, úgyhogy most erre kifejezetten figyelek. Félig látni fogjátok itt ezt a káoszt, ami van előttem, de az első lépés az mindenképpen az lesz, hogy felveszek egy adag átlátszót, és elkezdem vele megépíteni igazából a köröm hosszát. Próbálom nagyon vékonyan tartani az anyagot, és igyekszem nagyon odafigyelni arra is, hogy a formám már most majdnem, hogy tökéletes legyen, hogy a reszelésnél ezzel kevesebbet kelljen foglalkozni. Remélem látjátok, de nagyon koncentrálok, habár kifejezetten szeretem az extrém formákat. Nem gyakoroltam olyan sokat, főleg nem porcelánnal, úgyhogy lehet, hogy lesznek még bénázások, viszont ha nem lépünk ki a komfortzónánkból, akkor nem is fogunk fejlődni. Úgyhogy ezt látjátok most. Igyekszem nem elfelejteni, hogy van egy hajlítási fázisunk is, amit nem szeretnék lekésni. Hajlítás utáni következő lépést most a körömágy hosszabbítóra tervezem, amit így kellene, hogy tartsak, úgyhogy lehet, hogy csak félig fogjátok látni. És valószínű, hogy mivel nem tudtam Brill Bird-öt venni, egy kicsit világosabbat vettem, mint kellett volna. Ennyi nekem így most jó is. És akkor? Jaj, nem tudom, hogy mit csináljak. Legyen most a kék a következő szín. És lehet, hogy ebben nem lesz lila. És valamiért azt érzem, hogy nem fog nekünk kelleni ide a lila. És akkor talán a vége annyi lesz, hogy ide, ebből a porból fogok tenni. Jaj, minden útba van. De ebből nem szeretnék sokat igazából. Az lenne a cél, hogy egy ilyen félig átlátszó hatást keltsen. Csak ezek a kis pelyhek így megcsillanjanak benne. Hát, fogalmam nincs, hogy mi lesz ebből komolyan. Valamiért nem vagyok biztos ebben a színválasztásban. Kommentbe írjátok már meg, hogy következőleg milyen formát és milyen színkombinációt, vagy nem tudom, bármiféle stílust csináljak.
kifejezetten érdekelne, hogy mire lennétek kíváncsiak. Mostanában, hogy itthon vagyok, egyre többet érzem a késztetést, hogy körmözzek. És akkor erre a körömre is befejezésképpen már csak az átlátszó fog menni, amivel megadom a magasságát és a C-ívet. Az a teremtő Jézus Krisztus szíve ereje. Tényleg, ide fingeléked az elme, ez semmi, tehát ez meg sem maradna. Kedves nézőim, ő a menedzserem. Egy áldott jó ember. Belejöjjek a kémbe? Nagyon jó lenne. A ráncaid már beértek. Ez hülye. Most hagyom, hogy ez kössön, és közben elkezdem csinálni a többi ujjam, viszont annál nem fogok már kommentálni, hanem egy kis montást fogtok most látni, utána pedig folytatjuk. Jelenleg így néznek ki a körmeim. Ezen még van egy kis porcelános dolog, viszont előtte reszelni kell. Úgyhogy hát elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor elkezdem formára reszelni őket. Nem mindegyik sikerült olyan szép formára elsőre, mint szerettem volna, viszont a reszelés után nagyon-nagyon sokat fognak változni. És hogyha megvagyok a formával, akkor kitalálom, hogy szeretnék-e még rá festeni valamit, vagy így hagyom őket. Azokat a porcelánporokat elpakoltam innen, amire már nem lesz szükségünk, és mivel van egy-két olyan körmöm, amelyiken elég sok a felesleges zselé, mint például zselé, porcelánpor, mint például ez vagy ez, meg igazából ez is, így elkezdem először reszelni őket, reszeléshez maszk, mert megfulladok a portól. Tehát emiatt az egy dolog miatt macerás nagyon a köröm vagy körmös videók felvétele, mert folyamatosan megtelik a memóriakártya. Ezt a fejet azért vettem igazából, ez a géllak eltávolító fej, mert arra gondoltam, hogy nagyon jó lesz a körömágy környékén igazából reszelni a körmöt, és próbálok átállni a kézi reszelőről, háromszor nem tudtam már elmondani, gépire, és alacsony fokozaton, hogy mutassam, hogy lássátok, igazából ide tökéletes, mindent meg tudok vele csinálni, a legkisebb helyre is odaférek, ez már majdnem kész van. Eddig egyébként talán ez a legpájposabb pipe. Tehát szerintem eddig ennek a legjobb a formája, de még közel se vagyok kész, hogyha készen van a reszelés, akkor jelentkezem. Na! Jelenleg így néznek ki a körmeim. Egész jó lett a hát félig végeredmény. A formák nem teljesen ugyanolyanok, de tetszik, gyakorolni kell egyértelműen, és az a baj, hogy nagyon szeretnék rá festeni, de nem tudom, hogy mi néz neki jól, úgyhogy most azt fogjátok látni, hogy elkezdek festegetni, és próbálkozok, hogy valami megtetszik-e.
És meg is van az első, nincsen még fénylak rajta, viszont ennek tuti, hogy ez lesz a dizájnja. Ezeket a leveles megoldásokat nagyon-nagyon szeretem, szerintem nagyon cuki. A többire is elkezdett ötletem lenni, viszont nem fognak hasonlítani, tehát nem, az se biztos, hogy össze fognak illeni, sőt, szinte biztos, hogy nem. Van pár gondolat a fejembe, úgyhogy most megpróbálom azokat megcsinálni. Na, hát végül erre nem találtam mintát, nem tetszett semmi, vagyis hát a kettő közül egyik se, úgyhogy most teszek rá egy fénylakkot, és kész is van. Ahogy a körmöm is megkötött, és a köntöském is felkerült rám, elkészültem, készen van az új szett, habár nem teljesen harmonizálnak a körmök egymással, legfőképpen a középső, de ettől függetlenül nagyon élveztem megcsinálni, és akkor nézzétek meg ti is a végleges eredményt. Ez lett a végeredmény, ez az ötlet, nem tudom, hogy honnan jött, és nem tudom, hogy hogy tartozik bele a képbe, de így nézünk ki. Összességében véve előtte és utána tetszik, biztosan fogok máskor is pipe-ot csinálni, vagy valami hasonló formát. Nem lett tökéletes pipe, ezt én is természetesen látom. De ettől függetlenül nagyon élveztem, remélem, hogy nektek is tetszett. Nagyon várnám a segítségeteket abban, hogy milyen körmöket szeretnétek látni. Lehet, hogy nem fogok ilyen hosszú körmös videókat csinálni, de egy-egy körmön megmutatom nektek talán kicsit részletesebben azokat a formákat, stílusokat, amiket szeretnétek látni. Úgyhogy a komment részlegbe írjatok nekem tippeket, nagyon-nagyon szeretnék körmös videókat csinálni, mert nagyon szeretem csinálni, nagyon sokszor mondom, hogy nagyon, úgyhogy ne haragudjatok. Remélem, hogy tetszett nektek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Insta, és az Insta nevem mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!